Június 10-én az Ipai Kulturális Központ színház termében került megrendezésre a Városi Pedagógus Nap. Elsőként a Napfény Művészeti Tagovoda Katica csoportja rábaközi dalos játékokkal köszöntötte pedagógusainkat. Markóth Imre polgármester beszédében elmondta, mindannyian a tanárainknak köszönhetjük, hogy értelmes, művelt felnőtt emberek lettünk. Valamint hozzátette, hogy minden pedagógus kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár, művész és mesterember is egy személyben. A pedagógus nem csak tudását közvetíti, bár ez sem kevés, hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész. Életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó és eleven hidat épít az eszmény és a mindennapok, az elvontság és a tapasztalás közé. Hiszem, hogy a munkájuk szépségét is az a kapcsolat adja, ami hosszú évek alatt kialakult diák és tanára tanítója között. A városvezető egy-egy csokor virággal köszöntötte az arany, gyémánt és vasdiplomával kitüntetetteket, valamint azokat, akik az idei nevelési év során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, de többen kaptak virágcsokrot 40 éves pedagógiai munkásságuk elismeréseként is. A 2015-2016-os tanévben diplomaszerzésének 65 éves jubileuma alkalmából vasdíszoklevelet kapott dr. Balog Lukácsné Dudika néni, arany díszoklevelet kapott Balog Viktória, Kölcsei emlékplakettet vehetett át idén Görömbei Nóra és Máté Krisztina. Az Emberi Erőforrás Minisztérium Németh László díját kapta Juhász Anikó tanító, igazgató helyettes. Hunyadi Mátyás iskoláért kitüntetésben részesült Fábián Ida, magyar szakos tanár, humán művészeti munkaközösség vezető, valamint Karáné Banka Csilla idegen nyelvtanár munkaközösség vezető. Bónisz Bóna a Nemzet Tehetségéért díjban részesült Banáné Szőke Ilona tanárnő, református nagykunságért pedagógiai díjat kapott Vignél Lukács Mária tanító. A miniszter elismerő oklevele miniszteri elismerésben részesültek Csikinél Luxics Ágnes hegedű tanár, a Szankt Nikolaum városi kórus karnagya, Mesterné Vada Zsuzsanna hegedű tanár, a Vonói Zenekar tanszakvezetője, Brena Katalin szolfés énektanár és Nánási Erzsébet zongora tanár. Gyímán diplomás óvoda pedagógus lett Csortos Istvánné, illetve ezen az ünnepségen Danca Mihályné helyett lánya vette át a gyímán diplomát és a virágcsokrot. Aranyokleveles pedagógus lett Boda Margit. 40 éves pedagógiai munkássága elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából pedagógus szolgálati emlékérem kitüntetést kapott Benedek Zoltánné és Mészáros Józsefné óvoda pedagógusok. Az Emberi Erőforrás Minisztérium Pro Familis díját vehette át Nagy Sándorné bölcsőde vezető helyettes. A köszöntést követően Járvás Katalin előadóművész rendhagyó irodalomóráján vehettek részt a megjelentek, Karinti Frigyes tanár úr kérem című írását vidám zenékkel fűszerezve tekinthették meg.